Kanta. Horváth. Benne a 16-oson belül jön a beadás, ott az üres ember a túloldalon, gól! Vezet az MTK egy mintaszerű akció végén Csiki góljával. Nem véletlenül mérges Danilovics, azt hiszem teljes joggal, mert gyakorlatilag itt több ember volt bent középen, aki elrúghatta volna a labdát, és a tessék nézi, hogy két védő van bent középen, és teljesen üresen érkezik a bal oldalon Csiki. Ez egy remek labda volt Horvátnak, ő beviszi a 16-oson belül, Spandler lemarad, és méteres körzetben nincsen senki a második hullámban érkező MTK játékoson. Megvan tehát az MTK vezető gólja.